528. nap. Tegnap sok hír érkezett délről. Először is tegnap reggel az ukránok dróntámadást indítottak az orosz fekete tengeri flotta ellen. Ezúttal azonban Szevasztopol helyett az ukránok úgy döntöttek, hogy a Novorosszízki orosz kikötőt veszik célba. Orosz források először arról számoltak be, hogy az ukránok orosz olajterminálokat akartak felrobbantani, és hogy az összes drónt lelőtték. Az oroszok pekjére a támadásról készült felvételek ezúttal nagyon gyorsan nyilvánosságra kerültek, és kiderült, hogy az ukránok eredményes támadást hajtottak végre egy orosz csapatszállító hajó ellen. Az ukrán tengeri drónok üzemeltetői rövidesen közzétették a drónról készült felvételeket is. A drón nyugatütött a hajó oldalába, az egyik helyiséget teljesen elárasztotta, a jármű pedig mozgásképtelenné vált. A tengerjáró már majdnem elsüllyedt, amikor a vontatóhajók hajók megérkeztek, és az utolsó pillanatban sikerült a partra húzniuk a már megdőlt hajót. Orosz elemzők megdöbbenésüket fejezték ki a történtekkel kapcsolatban. Elemezték a felvételeket, és arra a következtetésre jutottak, hogy az oroszok nem csak hogy nem szerelték fel a hajót az ilyen támadások elhárításához szükséges további gépfegyverekkel, de a legénység sem vette észre időben a támadót, annak ellenére, hogy többször is figyelmeztették őket, hogy ukrán drónok tartanak feléjük. Az orosz elemzők arra a következtetésre jutottak, hogy a legénység nyugodt volt, mivel úgy gondolták, hogy ők maguk túl messze vannak a főcsapástól. Pontosan ezzel számoltak az ukránok is, így sikerült kiiktatniuk még egy orosz hadihajót. Ezzel párhuzamosan az ukránok nagyszabású légi dróncsapást hajtottak végre a krím ellen. Az ukránok állítólag 20 különböző típusú drónt lőttek ki. Az első három dróncsoport a Krim nyugati partját vette célba. Bár katonai objektumok felé vették az irányt, a drónok célja nem feltétlenül azok megsemmisítése volt, hanem inkább az, hogy eltereljék a figyelmet a főcsapásról. A drónok utolsó csoportjának sikerült igen komoly távolságot megtenni és elérni Feodóziát. Orosz források arról számoltak be, hogy az összes drónt lelőtték, de megjegyezték, hogy legalább egy drón egy olajfinomító területére esett. Egyes orosz elemzők megjegyezték, hogy a kiterjedt olajraktárak feodóziában épp hogy az ukránok célpontjai lehettek, így úgy tűnik, hogy a drónok egy részét mégsem fogták el, és azok elérték céljukat. Ennek ellenére továbbra sincsenek felvételek a tűzről, így bár a drónok eltalálták a finomító területét, nem biztos, hogy kárt okoztak benne, ami ritkán, de előfordul. Érdekes, hogy a tengeri és légi drónok indításának időpontja gyakorlatilag azonos volt. Ez a másik ok, amiért az oroszok nem készültek fel a Novorosszízki csapásra. Úgy gondolták, hogy a tengeri drónok célpontja a Krím lesz. És részben igazuk is lett, mert a tengeri drónok két csoportra oszlottak, és az egyik csoport a Kercsi híd irányába indult. Orosz források arról számoltak be, hogy az ukránok legalább három drónnal támadták a hidat. A helyi lakosok robbanásokat hallottak, amit felvételek is megerősítettek. Azt állították, hogy a drónok nem érték el magát a hidat, bár a felvételeken látszik, hogy a hídon már nem égnek a fények. Ehelyett orosz források azt állították, hogy az egyik drón egy orosz olajszállító tartályhajót talált el, amely üzemanyagot szállított az Aporizsiai régióba. Érdekes módon ez volt az egyetlen hajó, amelyet az orosz hadihajók megpróbáltak megvédeni és elkísérni egészen a krímig. A tartályhajó legénysége arról számolt be, hogy nem szivárgott ki olaj, és nem fenyeget az elsüllyedés veszélyesen. Az ukránok csak a motor tették tönkre, ami azt jelenti, hogy az orosz üzemanyagkészletek a fronton nem fognak feltöltődni. Összességében az ukránok kombinált dróncsapást hajtottak végre a Fekete tengeren, egy orosz hadihajót és egy olajszállító tankert lőttek ki, és valószínűleg megrongáltak egy olajraktárt Feodóziában, és ami a legfontosabb, a Kercsi hidat. Sajnos ukrán szerkesztő kollégánk lebetegedett, így a következő pár videónk a szokásosnál rövidebb lehet, mivel a láz miatt nem tud annyit dolgozni. Megértéseteket ezúton is köszönjük! Amennyiben hasznosnak találtad a jelentésben hallottakat, segíts minket egy lájkal, like köves kövess minket a kép jobb oldalán látható zászlóra kattintva, vagy csatlakozz a támogatói körhöz, és például a Heimars szintől kezdve már a hivatalos, este 8 órai időpont előtt is megnézheted a napi jelentést. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő jelentésben.